Ez már túlzás. Már este 11 van. Elmentek vacsoráért, és még mindig nincsenek itt. Igen, ez szörnyű. Sehova nem kellett volna elengedni Janát és Dianát. Tudják, hogy üres a frigó. Még szerencse, hogy sikerült kisütnünk ezeket a túrós fánkokat. Kicsit odaégett. Jaja, mi van, ha történt velük valami? Egyedül mentek ki, már nagyon késő van. Mindenféle dolgok történnek odakint. Mondtam nekik, hogy rendeljünk vacsorát. Hívd fel őket, Nastya. Nem várunk többet. Majd most. Ha nem veszik fel, nem tudom, mihez kezdjek. Itt van. Nos? A hívott szám nem elérhető. Kérjük, próbálja meg később. Mit csináljunk? Hívjuk a rendőrséget? Mindenek előtt hívjuk fel Diana szüleit, és utána a rendőrséget. Hívom is őket. Már csörög. Várj, ne hívd a szüleit! Mi van, ha visszatérnek? El tudod képzelni, hogy milyen bajba lennének akkor? Pontosan, akkor mi lennénk a hibásak? Jana és Diana meg nem bocsájtana meg. Várjunk még 10 percet. Ha addig nem jelennek meg, tuti felhívhatjuk Diana anyukáját. Vagy apját. Most pedig, Nastya, igyuk meg a teát, már nagyon éhes vagyok. Végre bulizhatunk mi hatan egyedül, mások nélkül. Igen, Jaja és Nastya unalmas, ma meguntam őket. Hé, miért beszéled ki a barátnőinket? Megbírnálak ütni emiatt. Fiúk, miért beszélitek így a pompom lányokat ki? Ők a mi csapatunk, mindenben együtt vagyunk. Diana, kikapcsoltad a kamerákat? Smiley, még kora reggel. Miért kapcsoltad ki a kamerát? Azért, mert Diana szülei megtiltották, hogy járkáljatok ide, amióta eltörtetek két vázát. Buli, szórakozunk? Igen, fogunk, de Bravasztyi és én éhesek vagyunk. Bevághatnánk valami szendvicset. Ups, semmi kaját nem vettünk. Ezt hogy érted, még rákcsálni való sincs? Diana, Jaja és Nastya még mindig itt vannak? Mi? Jaja és Nastya itt vannak? Hát, Jana, nagyon remélem, mert mi 3 órán keresztül nem voltunk itt. Én is nagyon remélem. Én semmit nem értek. Nastya, megérkeztek. Nincsenek egyedül. Most már érthető, hogy miért voltak 3 órán át kint. Mi? A fiúk kibeszélnek minket? Fiúk, halkabban! A fenébe, Jana, hogy felejtettük ki őket? Jana, fogalmam sincs. Remélem, üres a konyha. Én is remélem, Diana. Ups! Sziasztok! Nos, csajok, jó kis sétátok volt. Most már érthető, miért voltatok kint 3 órán át. Ó, mennyi zacskó kaját hoztatok! Amíg ti elvoltatok, Nastya és én túrós fánkokat csináltunk, maradt még pár darab Diana és Jana. Ha nem csináltunk volna, éhen haltunk volna. Nyugodjatok le, csajok, mindent megmagyarázunk. A lényeg, hogy nem mi vagyunk a hibásak, hanem a fiúk. Ők követtek minket. Jana, követtek minket? Igen, Diana. Igen, igen, egész úton követtek minket a fiúk, a boltig és vissza is. És nem hagytak minket vásárolni. Értem, ők amúgy idejöttek. Nem csak, hogy idejöttek, de még kibeszéltek is. Ja, ezt amúgy nem tudtátok, mi? Fogalmatok se volt. Hát figyeljetek, csajok! Talán hallottatok valamit, de azt is hallottátok, hogy mi kiálltunk mellettetek. Én meg mondtam is, ha még egyszer a szátokra veszitek a barátnőinket, el lesztek verve. Pontosan, ezt Jana mondta. Mihez kezdjünk most? Kaja helyett fiúkat hoztátok el. Mit fogunk enni? Rovasztyi, úgy tűnik, hogy ennyi volt a buliból. Igen, Nastya és Jaja miatt. Mondták nekünk, hogy nem lesznek itt. Miket beszél, Smiley-ök? Mindig együtt vannak. Majd Diana és Anna találnak rá megoldást, mi pedig majd rendelünk sushi tekercset. Igen, mi meg kívánságot játszunk. Igen. Csajok, minden rendben lesz. A fiúk rendelnek kaját. Ne haragudjatok. Hogy a fiúk rendelnek? Ők maradni terveznek? Ez már túlzás. Mi ketten, mint a házi asszonyok. Várunk rátok, túrós fánkot csinálunk most, meg elmentek bulizni a fiúkkal. Egyébként meg holnap edzésünk van 7 órakor. Ha a barátaitok reggelig maradnak, akkor mint mindig az edzésből semmi sem lesz. Szokás szerint délután fognak felkelni. Ne aggódjatok, csajok, mint a harmat olyan frissek leszünk. Csajok, nem lesz semmi baj, minden rendben lesz, ígérem. Egyáltalán nem aggódunk. Ha bulizni fogtok, mi is szórakozni fogunk a magunk módján. Na gyerünk, 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 menjünk. Jaja, mit tervezel? Elhívunk mindenkit és mindegyütt bulizunk. Bekapcsoljuk a kamerákat, hadd lássanak minket Diana szülei. Mi történik? Csak hogy tudjátok, Jaja és Nastya maradnak. Már késő van, és nem tudjuk kidobni őket. Ki az? Ki az? A sushi futár! Most jól be fogunk zabálni. Smiley, remélem, hogy Jaja és Nastya nem fognak sushit enni. Ki ad nekik sushit? Egyék a saját túrós fánkjukat.
Ez meg mi? Miért jöttetek? Mit akartok? Nem titeket jöttünk látni. Hozzánk jöttek. Fáradjatok be. Sziasztok! Lala, Nastya, csajok, nem ebben állapodtunk meg. Pontosan, és abban sem állapodtunk meg, hogy ide hozzátok a fiúkat. Mindenkinek megvan a saját bulia. Hallottad ezt? Ők többet nem a barátnőink. Ugyan már, Jana, ez csak egy bosszú. Nyugodj már le. Menő is vicces. Hé, hey, mit felejtettetek itt? A bulira jöttünk. Smiley, ez meg mi? Hát emberek, induljon a parti. Felelsz vagy merszet fogunk játszani. Kosarasok, ha nem játszatok, hagyjatok helyet másnak. Figyeljetek ti zöldek, nagy bajban vagytok. Igen, csajok, ez nem egy bosszú, ez egy igazi buli. Csak lazán, csajok, ez csak egy buli. Na, kezdjük el. Buli! Gyerünk! Diana, holnap egy borzasztó edzéssel készülünk nekik, meg fognak őrülni. Ne aggódj emiatt, megcsavarjuk a reggelüket. Srácok, játszunk felelsz vagy merszet. Csináljunk párokat, én Smiley-kkal leszek. Én Bravasztival. Én pedig Boruskával. Én Patrikkal. Én a gyávacskámmal. Kasztya, meg tudjuk csinálni. Igen, mi haverok vagyunk. Nos, emberek, kezdődjön a játék. Jana és Diana páros lesznek az elsők. Sok sikert. Na, Diana, felej. Felelek. Nem baj. Ó, Diana, mondd el az igazat. Ezt írja. Leengedtétek valaha is a vizet a mosdóban, hogy ne hallatszódjon, ahogy pisilnek? Diana, mondd le őszintén. Diana, az igazság. Igen, megtörtént. Smiley, és te? Te is csináltad már? Ez a kérdés Dianának szól. Ez párnak vár. Párnak a kérdés mindkettőnknek. Nem, sose csináltam ilyet. Ó, értem, én azt hittem, hogy a vizet engeded, de nem víz volt. Teljes árvíz volt, úgy fajt. Nos, Jana, felelsz vagy mersz? Felellek, lögd a kérdés. Valaki fog már merni. Jana, ez a kérdés. A kérdés. Előfordult már veled, hogy egy hétig nem húztál másik ruhát? Nem, sosem történt ez meg velem. Nem történt még ilyen. Igen, igen. Rendben van, a következő páros. Legyen Julia és a gyávacska. Igen, feleltek vagy mertek? Felelünk. Húz egy kérdést. Add ide. Artyom, mire vársz? Olvasd fel hangosan. Banán vagy kolbász? A banánt választom. Júlia lány, én pedig férfi, így a kolbászt választom. Nekünk húst kell lenni. A következő páros Patrik. Patrik és Gigi. Gigi. Felelsz vagy mersz? Patrik és Gigi. Te válasz, Patrik. Jól válasz. Verek. Hoppá! Gigi, képzeld el, hogy Patriknak fáj a szeme. Mit fogsz tenni? Hogyha fáj valamim, akkor anyukám mindig megpuszil. A fáj, fáj. Fáj, Patrik. A Gigi, ráharaptam a nyelvemre. Nem fogom megpuszilni a nyelvedet. Jó van, Gigi, én sem foglak téged megpuszilni. Tökéletes, szuper improvizáció a következő páros. Varuska és Artyom. Felelek. Merek. Mondd. Hol van, felelek. Miért olvastok ennyi ideig? Siessetek, minél előbb beszeretnénk fejezni. Gyerünk, emberek, gyorsabban olvassatok. Ha levehetnétek egy ruhadarabot a partneretekről, melyik lenne az? Gyerünk, Maruska, előbb te válaszolsz. Nem, te vagy az első. Nem, gyerünk. Válaszolj. Ne játsd el a feelinket. Na, gyerünk, na, Artyom, na, Maruska. Mondja már valaki. Jó, mondd. Jól van, a kabát lenne az. Miért pont a kabás miatt? Miért a kabát? Tényleg, miért kabát? A kockahas miatt. Igen, a kockahas miatt. A kockahas, kockahas miatt. Én a... venném le. Emberek, itt van mit látni. Pontosan. Köszönöm. Bravaszti mögötted, Jana. Miket beszélsz?
Azt a hartyom annyira romlott. Ez csak vicc volt. Jaja és Nastya, miért ültök ott? Na gyerünk, feleltek vagy mertek? Felelünk. Kérdést kérjél. Húzzál. Na, mit gyerünk. Fogsz húzni? Na húzzatok már, kíváncsi vagyok a kérdésre. Nastya, merj valamit. Na, húzz már. Merjél. Mersz. Itt egy kihívás. Csokoljátok meg a legdögösebb srácot a társaságból. Készen vagyok. Csajok, választhatok. Na, választhatok. Kostya készen áll. Igen, Kostya készen áll. Ők sisakot hordanak, hogy puszilja meg őket sisakban? Hát szépen megoldják. Persze, ügyesek ők. Ártyom, te nagyon szép vagy. Később megmutatom, ki kicsoda. Én a másik ártyomot csókolom meg. Ez az ártyom. Srácok, ez nem az első alkalom lesz, Júlia, te sok mindent nem is tudunk. Júlia és Maruska fogja intézni őket. Mit nem az első? Nem az első alkalom volt. Csak vicc volt, na. Ez nem vicc volt. Szóval úgy? Na, felelsz vagy mersz? Tima és Kostya, feleltek vagy mertek? Merünk, mi merünk. Fiúk, itt egy logikai feladat nektek. A számotokra a legszebb lányt kell megpuszilnotok. Sisak nélkül. Tökéletes kihívás. Na, gyerünk. A volt barátnőmet fogom megcsókolni. Tima! Kostya, most te jössz. Kostya, rajtad Kostya! A sor. Nem, hagyj békén. Na, Kostya is. Halljátok, nem érzem jól magam. Lehet, hogy kimegyek a mosdóba. Kostya, döntened kell. Ó, nagyon meleg van. Nem. Mondom, meleg van. Nem. Hagyjátok abba mindannyian, ez Dima döntése volt. Úgy tűnt, hogy Kostya Diana pedig... nem nagyon ellenezte. Elég volt. Micsoda? Na, jól van, értem. Na, jól van, gyerünk. Mi van? Ez csak... Micsoda meglepetés, fiúk! Igen, jól van, és most újból! Julia és a gyáva. Feleltek vagy mertek? Megint Diana és Smiley. Diana és Smiley legyenek Diana most. Megint Diana és Smiley. Feleltek vagy mertek? Múltkor na, feleltünk, most merjünk feleltek valami. Vagy mertek? Mit vétettem én ellenetek? Mertek! A kihívás várhat! jól van, rátok is sor kerül. Te megütötted. Legyen a kihívás. Nem, nincs értelme. Csókold meg a legszedet. Nem, nincs értelme. Na gyerünk. Diana, ha ez a kihívás, akkor hallgass Dimára. Képzeljétek el, hogy szakítottatok, és mondjátok meg, hogy melyik párt szeretnétek a másiknak akkor. Igen, ebből a társaságból. Smiley, mondd el nekik, te választasz először fiút neked. Brovasztit választom, mert neki hiszek a leginkább. Micsoda? Mit mondtál, Smiley? Mi egyébként járunk Brovasztival. Igen, ez igaz. Igen, én pedig neked Lajlát választom. Miért Lajlát? Miért pont őt? Jól van, csak vicceltem. Nastya lenne az. Ő megfelel a te személyiségnek. Ezt megértem. Egyszerűen ugyanúgy viselkedtek. Teljesen egyformák vagytok. És egy igen, mint te is, pont igen. Én nem választanám Nastyát. Én sem választanám Smiley-kot, egyáltalán nem kell nekem. Nastyának azt tetszik, ha a fiú idősebb. Igen, ő az időseket ez túlságosan szeretni. Öreg. Akkor kit válasszak? Ja. Ne básd az én Júliámat! Miért engem? Itt van Maruska. Megöllek benneteket Maruskáért! Engem? Én Ártyomot szeretem! Nem, Diana! És Jana! És miért Brovasti? Megmondtam, azért hogy miért Brovasti. Ki a következő? Jana és Brovasti! Jana és Brovasti! Megkaptad! Felej! Nem, a felelést válasszam! Legyen a felelés! A felelést választottátok! Na mi lesz? Feleltek vagy mertek? Feleljenek! Felelünk! Jól van, húzzatok kérdést! Vegyetek! Ravaszti, olvasd!
Nem tudok olvasni. Most látszik ki a főnök a kapcsolatban. Szóval így, bravaszti. Pontozzátok egymást 1-től 10-es skálán. Milyen jól csókolóztok. És mutassátok is be. Ez izgi. Na, gyerünk akkor. Na, osztályozzatok. De én el tudom mondani. Én is szintén. 9. Hát, miért igen. 9? Miért nem 10? Miért van ez így? Miért nem tetszik? Túl sok a nyál? 10-es. 10. 10-ből 10. Nyáladzik, mint a sárpej? Igen. Á, buldog? Ő szereti a fémet, nekem pedig nincs. Á, azért kapott ő 9-est, én meg 10-est. A fogszabályzós lányokat szereti. Szereti a fogszabályzós lányokat. Na, bravaszti, felelhetsz te is. Nézd, na, az én fogaim rendben vannak. Mehetsz egy fogszabályzós lányhoz. A fogszabályzós lányoknak is szépek a fogaik. Jana, kit választasz? Na, még ilyet. Én Maruskát és Artyomot! Felelsz vagy mersz? Felelsz vagy mersz? Na, mer! Legyen csók! Csókoljátok meg egymást! Csók! Igen, csókot! Csók! Csókoljátok meg egymást! A következő Jaja és Nastya lesz. Felelsz vagy mersz? Figyelj, Jana, ez nem is olyan rossz, még élvezem is a játékot. Egyezek veled, Diana, a telefonod. Anyu? Anyukát? Halljátok, halkabban! Csendet, anyukám hív. Sok siker, Diana! Wow! Aló, anyu! Már alszom, tudod, hogy reggel edzésem van. A társaság? Hogy micsoda? Felelsz vagy mersz? A kamera. Jaja, bevált. Ó, igen. Gyorsan, mindenki kifelé, anyukám mindenről tud. Hogy érted, hogy gyorsan? Na, gyorsabban! Smiley, menjél! Gyerünk, provaszti, gyere! Provaszti, siessetek! Gyerünk, tűnjünk innen, már. Gyorsan! Siessetek! Diana, biztos vagy benne, hogy kikapcsoltad a kamerákat? Jana, világosan emlékszem. Nem tudom, de itt valami nem stimmel. Emberek, lájkoljátok a videót. Iratkozzatok fel a csatornára. Remélem, hogy anyum nem mérges annyira rám. Sziasztok! Sziasztok. Sajok, menjünk aludni, mert reggel edzés van. Jól van, Diana.